Mi az egyik legnehezebb dolog a hálózatépítésben? Mindjárt kiderítjük. Sziasztok! Gondolom már megfogalmazódott bennetek az a kérdés, hogy ha annyira jó dolog egyesek szerint ez a hálózatépítés, ez az MLM üzlet, akkor miért van az, hogy olyan kevesen foglalkoznak vele, és azon kevés emberek közül is, akik foglalkoznak vele, miért van az, hogy olyan kevesen élnek meg belőle? Számomra a DXN Ganoderma gyógygombás kávé üzletben az egyik legnehezebb dolog az, hogy az ember rá tudja venni magát arra, hogy dolgozzon. Mivel itt senki nem kötelez rá, ugye nincsen főnököd, nincsen megszabott dolgot, hogy mit kell csinálni. Itt most külön a DXN-ről beszélek, semmit sem kényszerítenek rád, tehát az se, hogy vásárolj terméket, az se, hogy dolgozz, vagy hogy dolgozz, milyen videót töltsél föl, kit keres meg, hogy keresd meg. Tehát rád bízzák azt, hogy hogy dolgozol, és hogy dolgozol egyáltalán. Na most ebből kifolyólag, ugye, hogyha az embert nem kényszerítik valamire, akkor ha csak nem szeret valamit nagyon csinálni, akkor lehet, hogy esetleg ellustul és nem csinálja. Na most nálam az ki van zárva, hogy ne szeretném csinálni a DXN üzletet, de az ellustulás sajnos így az utóbbi időben jellemző rám, és ennek megvan az az oka, amire ki szeretnék térni, és ez a videónak így a fő témája, hogy az egyik legnehezebb dolog a hálózatépítésben szerintem az, hogy ha az embernek van egy viszonylag jó háttere, mondhatnánk azt is, hogy viszonylag jó életkörülményei, esetleg anyagi háttere, és hogyha megvan megvan az a jó élete az embernek, akkor esetleg hajlamos lehet arra, hogy oké, most így jól el vagyok, akkor nehezebben veszi rá arra magát az ember, hogy már pedig dolgozzon azért, amik alapból a céljai, ami miatt elkezdte a hálózatépítést, esetleg egy rosszabb élethelyzetben, majd erről is mindjárt beszélek, mint amilyen most van neki. Az emberek általában akkor kezdenek a mindenki által utált MLM üzlettel foglalkozni, mikor valami nagyon-nagyon nagy gyökeres változást akarnak elérni az életükben, tehát valami sokkal jobbat akarnak, és erre egyszerűen nincsen más kiút, csak az MLM, a multilevel marketing üzlet. Tehát kell, hogy legyen egy bizonyos, mondjuk azt, hogy eléggé rossz élethelyzet, ahhoz, hogy valaki mondjuk elkezdjen MLM üzlettel foglalkozni, mert tudja, hogy ezért hát az emberek jó esetben is csak így ilyen lesajnáló, vagy ilyen nézéseket fog kapni, meg úgy általában, hogy hülyének fogják nézni miatta. Velem is így volt ez, én is akkor kezdtem a DXN-nel foglalkozni, mikor panellakásban laktam három kutyámmal, és volt egy munkahelyem, ahova a kocsikáznom kellett minden nap oda-vissza. És ez a panellakásban három kutya, ez nem az volt, hogy a kutyák tönkreteszik a lakást, vagy ott randalíroznak, egyáltalán nem. A kutyákkal semmi probléma nem volt, azzal volt probléma, hogy a napom abból állt, hogy a három kutya sétált, azt le kellett nyomnom akármilyen időben, mindig haza kellett érnem, mindig úgy tudtam elmenni dolgozni, tehát bármit csak akkor tudtam csinálni, miután a kutyákat úgymond lerendeztem a sétájukat, és mindig haza kellett érnem a következő sétára. Lehettem akár egy kicsit lázas, fáradt, nincs kedvem, szakad az eső, stb. Külön videósorozatom van erről, majd be is linkelek mondjuk egy részét ugye a videónak a végére, aztán megnézhetitek. Tehát volt egy ilyen élethelyzetem, és azt mondtam, hogy ugye már erre az élethelyzetre az lenne, illetve az nem, hogy lenne most már egyébként az is, de az kínál megoldást, hogy a családi házba, illetve kertes házba költözök, mert akkor az egész kutyasétát, kötelező jellegű kutyasétáltatás, egészségügyi séta, ez lekerül a vállamról, mert a kutyák szépen kint a kertben akkor végzik a dolgokat, mikor akarnak, és én úgymond szabad vagyok, tehát ugyanolyan szabad vagyok, mint egy átlagos, normál ember, aki nem panelban lakik a kutyájával. Tehát én ebből a helyzetből is, mert nem csak ez volt az oka, akartam menekülni, mert úgy gondoltam, hogy szükség van ahhoz a DXN üzletre, hogy én egy normális kertes házat tudjak venni. A lényeg az, hogy nem a DXN-es jutalékomból vettem ezt a családi házat, mert most ott lakok, és nem is full extrás, de akkor, amikor én panelban laktam, akkor volt egy elképzelésem, hogy ami alá nem fogok menni. Tehát, hogy visszafele azért nem lépünk, mert egy normális környéken laktam, viszonylag normális környéken laktam, normális lakóközösségben, egy igazából jó helyen, csak ebben az nem volt jó, hogy három kutyával panelban, tehát eszement hülyeség volt szerintem, de mindegy, tehát egyedül az nem stimmelt az egészben, és mondom, hogy ennél rosszabb helyre most, tehát egy vártam. Most ez volt az egyik dolog, ugye a másik az az, de most nem körül fog forogni a videó, hanem így a hajszolt életforma között. Tehát a másik az az ugye, hogy az állásommal nem voltam megelégedve, továbbra sem vagyok. Igaz, lényegesen kevesebbet panaszkodhatok,
panaszkodok is, sőt egyáltalán nem is panaszkodok, de azt gondoltam továbbra is, így gondolom, hogy nem ebből a mostani állásomból akarok nyugdíjba menni, mert ez főleg most ebben a pandémiás időszakban elég bizonytalan tud lenni, és ezzel kapcsolatos váltani akartam, akarok még szintén. De most nem is ez az állásváltás a lényeg, hanem az, hogy úgy akkor volt egy hajszolt életem, hogy rohannom kellett kutyasétáltatás után, munkából, kutyasétáltatáshoz, és kutya, egyfolytában ez volt. Na most az a helyzet, hogy kertesházban lakunk már most közel 2 éve a kutyáimmal, és lényegesen, hát így lenyugodtan, ilyen szempontból nem kell egyáltalán emiatt aggódnom, hogy mikor viszem ki a kutyákat, kiviszem őket így is, de teljesen egy ilyen szórakozás jelleggel, tehát nem kényszerből. És ezáltal, hogy így lekerült a vállamra az a teher, én így érzem azt, hogy ugye egy kicsikét ellustultam, tehát van idő olyan dolgokra is, amire ugye panelkutyás életem során úgy kevesebb idő volt, illetve így nyugisabban van rá idő. Na most ez így a mostani életemben ez a hegyikerékpározás, hogy mostanában az van, hogy ahogy a munkát lerakom, és éppen nem szakad az eső, akkor gyerünk biciklizni munka után. Ugye nem az van, hogy munka után egyből kutyasétáltatás, vagy pedig biciklizésből nem kell hazarohannom úgy, hogy kutyát tudjak sétáltatni. Tehát egy kicsikét tudok jobban a hobbinnak élni, illetve szabadabb vagyok, és ezáltal, hogy így most mondhatnám azt, hogy teljesen jó az életem, semmi problémám nincs, lásd, mint mondjuk bárki másnak, aki azt mondja, hogy van egy olyan munkája, amit fogjuk rá, hogy elmegy, tehát nem azt mondja, hogy szereti, de mondjuk ez van, és megvan belőle valamennyi pénz, és így nyugodtan elél magának, munka után nem kötelezik semmire, és tud akármi más csinálni. Na most én is így vagyok vele, és ez nagyon nagy lehetőséget ad arra, hogy kevesebb időt fektessek a DXN üzletre. Lásd, most is azon gondolkodtam, hogy el kéne menni biciklizni, de hát havas esőt mondanak nem sokára, és pont ahova én megyek, ott szerintem hamarabb is be fog ezt köszönteni, úgyhogy gondoltam, hogy inkább megcsinálom ezt a videót most ahelyett, mint hogy elmenjek bringázni. Tehát ezelőttben például most éppen a másik dolog, hobbihoz kapcsolódó kerékpáros sisakot készülök vásáron, és elég komolyan utána néztem, hogy mi az a védelem, amire nekem szükségem van, melyik sisak az, amelyik tetszik, és hát ezzel is foglalkoztam, aztán így tudatában vagyok neki, hogy igen, most is szabadidős tevékenységet végzel, Gergő, tehát nem az üzlettel foglalkozol, most is csinálhatnál valamit, de nem azt csinálod. Tehát így az, hogyha az ember benne van egy olyan helyzetben, hogy igazából úgy el van, tehát nem jó, nincsen Porsche-ja, nincsen mit tudom én milyen rózsadombi villája, meg nem tudom, nincsen havi milliós bevétele, de úgy el van magának, tehát hogy tudja csinálni a hobbiát, úgy jól él, el van. És igaz, hogy látja, hogy azért ez egy hosszú távon, meg nyugdíj szempontjából nem egy olyan életbiztosítás, mondhatjuk úgy, de úgy teljesen nyugis az élet, és tök jól el van, na és ilyenkor nagyon nehéz az embernek rávenni arra magát, hogy már pedig rendszeresen rakja bele mondjuk napi szinten, 2 naponta, vagy tehát hogy olyan egy rendszerességgel az üzletébe azt az energiát, azt a munkát, ami szükséges. Most én is így vagyok ezzel egyébként, tehát érzem azt, hogy teljesen jó minden, de majd erről is fogok csinálni, hogy most miért nem jó, ami jó, ami szerintem jó. Na és ez szerintem a legnehezebb, hogy ha az ember mondjuk azt, hogy jól él, jól megvan, akkor nehéz rászállni magát arra az embernek, hogy dolgozzon, még akkor is, hogyha mondjuk egy olyan valakiről van szó, mint például én, aki mondjuk sportolásban nagyon kitartó tudok lenni, és minden nap megyek, tehát és az üzletre ezt mostanában nem tudtam át konvertálni, ezt a kitartást csinálom, de nem egy olyan rendszeressége, mint ahogy én azt csináltam. Érzem, hogy nem olyan keményen csinálom, mint amennyire én ezt elkezdtem, vagy bizonyos időszakokban csináltam. Itt viszont nagyon fontos az, hogy az ember átgondolja, hogy miért is kezdte el ezt az üzletet. Én is miért kezdtem el? Szabad életet akarok. Nem akarom azt, hogy a munkába járás körül forogjon mondjuk az életem. Teljesen azt akarom, hogy szabad időmmel teljesen én rendelkezzek, és lényegesen több pénzt is akarok. Tehát ugye időbeli és pénzbeli szabadságot akarok, ami most ugye, tehát közalkalmazottként ez lehetetlen. Továbbra is ezt akarom, de mivel egy kicsikét, nagyon-nagyon sokkal jobban élek, mint panelkutyásként, ez most egy kicsikét így háttérbe szorult ez a lelkesedés, mondhatjuk úgy, pedig semmi nem változott, mondhatnám azt is, hogy a körülmények azok egyre jobbak,
hiszen a DXN ugye egyre régebben van itt Magyarországon is például, egyre több termék érhető el, a cég egyre fejlődik, tehát nemzetközi szinten is hihetetlen új dolgok vannak, majd még csinálok erről is videót, tehát igazából a cég az egyre halad, egyre fejlődik, egyre több a termék, igazából egyre jobban benne is lehetünk a köztudatban, és minden csak javul, itt annyi, hogy az ember felveszi ezt a tempót, és képes-e mondjuk a céggel együtt fejlődni, és ugyanúgy az elképzeléseihez, a céljaihoz hűen dolgozni, mint mondjuk akkor, amikor elkezdte, vagy esetleg ilyen hullámhegy, ilyen jobb állapotaiban. Nem akkor mondjuk, amikor valami miatt tényleg nincs ideje a DXN-nel foglalkozni, hanem mondjuk akkor, amikor inkább úgy éli a világát. És erre igyekeznem odafigyelni szerintem mindenki, hogy már pedig azt az időt, amit ő a DXN-re úgy gondolja, hogy szán, vagy szánnia kéne, azt tartsa be. Én is ezt teszem, és most itt, mivel videóban kimondom, én már egy fokkal jobban kötelezem rá magam, de van egy új vonal is, egy ilyen elképzelés, amit meg fog valósítani. Azt itt most nem mondom el, hogy mi, majd úgy is fogjátok látni, de lesz még egy pár videó, hát külföldi nyelven. Külföldi nyelven ezt úgy értem, hogy nem csak angolul, mert ugye nyomom a Duolingót, mint az állat, és most eljutottam arra szintre, hogy persze nagyon jó a Duolingó is, meg hogy mondjam, így átvitt, nem átvitt értelembe, tehát nem közvetve, de viszi az is az üzletemet egyébként. De majd még így az idegen, mert teljesen így fanatikus módon nyomom a Duolingót minden nap, de majd ezt is így átültetem még jobban a DXN üzletbe, tehát most nem az, hogy kávés mondatokat csinálok, hanem más jellegű dolgot, hanem hogy miért is jó az, hogyha az ember már így meg tud szólalni más nyelven is, mint mondjuk az angol. Tehát van egy ilyen elképzelésem, és ezt is meg fogom csinálni. Jönnek az új ötletek, van még más videótémám is, de ezt így el kellett, hogy mondjam, hogy igen, vagy számomra ez is az egyik ilyen nehézség ennek az üzletnek, hogy ha éppen jó minden, jól élek, akkor egyszerűen nagyon könnyű ebbe a jó életbe élni, és nem dolgozni, ugye, hanem szépen biciklizni, gördeszkázni helyette. Na hát nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, kicsikét sűrűbben vagy töményebben akartam ezt elmondani, nem ilyen tizen akárhány perces videóban, de ez a helyzet. Úgyhogy igazából nem arról van szó, hogy itt valami nem működne, valaki valami hátráltatna, tehát minden adott, minden rendben van itt igazából, nem a céggel van a gond, nem a termékkel, nem a kiszolgálással, nem a futárral, nem tudom még mit mondjak, hanem azzal, hogy az ember csinálja-e, tehát ettől függ az egész. Itt végszónak én azt javaslom, hogy próbáld a DXN üzletet is úgy csinálni, mint mondjuk a kedvenc sportodat, vagy azt a tevékenységet, ami miatt mondjuk a DXN üzletet esetleg hanyagolod, tehát van egy olyan dolog, amit imádsz csinálni naponta, akkor, és azt tudod, hogy azt azért is fogod csinálni, hatalmas erőbedobással, energiabedobással és rengeteg időt szánsz rá, próbáld a DXN üzletet is ugyanígy csinálni, mert nem az a hobbid, amit éppen csinálsz, nem az fog elvezetni a céljaidhoz, amit el akarsz érni, hanem a DXN üzlet, hiszen ezért csatlakoztál, mert akarsz valamit az élettől, többet akarsz az élettől, szabad időt akarsz és passzív jövedelmet, ezt a DXN fogja elhozni, és utána még több időd lesz, mondjuk hegyi kerékpározásra és egyéb nyalánkságokra. Jó, ne felejtsen közben szerintem meginni egy-két kávét, mert az is segít lendületben maradni. Köszönöm a figyelmedet, sziasztok!